Bár az F2 a tehetségek felkutatása jött létre 2017-ben, azért bőven kerültek oda a versenyzők, akinek ott nem sok keresivalója volt. Ez a videó róluk fog szólni, akik a széria 2017 óta íródott történetében a leglassabbaknak bizonyultak. Vágjunk is bele! Roy Nissany. Bár a hamarosan felsorolandó sofőröknél Nissany a Harist fényévekkel jobb tempóval rendelkezett, olykor elképesztő partizán akciói miatt nem lehetett nem megemlíteni. Első két szezonja alapján még minden bizonyal kiérdemelte volna helyét a rendes listán is, de később megmutatta, hogy tud ő rendesen is vezetni. Ahogy azt is, hogy olykor ezt mennyire felülhetetlenül teszi, hiszen napestig lehetne sorolni, hogy hány versenyző társának keserítette már meg az életét. Bűnlassan olyan emlékezetes alakítások szerepelnek, mint csapattársa kiütése, bajnokaspiránssal való ütközés, valamint számtalan megforgás és baleset. Olykor virtuális első helyről. Az pedig egy költségvetési csoda, hogy legutóbbi csapata a Dems hogy nem ment csődbe a rengeteg törése után. A legemlékezetesebb húzása azonban kétségtelenül a 2022-es brit főfutón elkövetett manővere volt, amikor is úgy szólította el Dennis Haugert, hogy a norvég versenyző irányíthatatlanná váló autó a következő kanyarban található hulkarázókön fölpattant, és felmagasságban talált el az izraeli versenygépét, aki a glória nélkül alig ha húzza meg érve saját hülyeségét. Többek között ennek a húzásának is köszönhetően egy negyedik versenyző az F2 történetében, aki a 12 büntetőpont összegyűjtése miatt eltiltottak egy verseny hétvégétől. De ez nem akadályozta meg abban, hogy innen is ott legyen a rajtrácsom. Johnny Cecotto Jr. Venezuela második leghíresebb együléses autó versenyzője ugyan még a GP2 korszakban tette le leginkább a névjegyét, bár teljesen fakezű ő sem volt, hiszen voltak kiugró eredményei 17-ből és a korábbi évekből is. Igaz, ezeket akkor érte el, amikor a GP2 éppen a mélypontját élte, és a mezőn sem volt éppen erősnek nevezhető. Így például a 2014-es összetett Béli helyét, ami az ötödik volt, érdemes fenntartásokkal kezelni. A 17-es szezonban bár szerzett pontot, Bakui produkciója után a csapat a lappátra tette, amiben az is közrejátszhatott, hogy a főversenyen a rajtrács a ragadás után két kanyar alatt sikerült a falba raknia az autóját. Nico Cari. Bár a beugrókat igyekeztem nem számításba venni, Carival szemben sajnos erre semmi esély nem volt. A fém versenyző bármennyire is meglepően hangzik, de a Red Bull Akadémiájának a tagja volt 2017-ben, és így versenyzett a GP3-ban. De ez ne tévessze meg senkit, ugyanis ő volt az egyetlen tag akkor, tehát aki a komolyabb utánpótlás sorozatokba ment, valamint ez a korszak volt a junior program abszolút mélypontja is. Cari nem is volt sokáig az akadémia kedvezményezettje, egy kifejezetten látványtalan GP3-as karrier után már függetlenként kapta meg az F2-es lehetőséget az MP Motorsporttól, miután Ralf Boschung pénze ideiglenesen elapadt. Cari két hétvégén négy versenyt futatott, ebből kétszer olyan helyen csapta a falhoz az autóját, ahol sem azelőtt, sem azután nem láttam versenyzőt balesetezni. Karrierje a szériában így tehetség és stabil háttér hiány hamar véget is ért. Nabil Jeffrey. A maláj versenyző már 16-ban is versenyzett a GP2-ben, és a szériú átnevezése után is megtarthatta hét a Tridentnél, de semmi érdemlegeset nem tudott nyújtani, és mindössze 200 ponttal zárt. Igaz, mellette azért volt váltakozás rendesen, megfogott mellett egy másik legenda Sergio Calamasas, vagy éppen későbbi ezüstérmes Callum Ilott, de végül is Jeffrey nem igazán váltotta be a reményeket, amiket hozzáfűztek, ha voltak ilyenek egyáltalán. Oli Caldwell, a brit versenyző, aki bármennyire is meglepő, de az Alpin akadémistája is, egy nem túl acélos, bár nem is olyan rossz F3-as karrier után a Campusnak volt lehetőséget a bizonyításra egy és egy szezonra a Forma 2-ben, 2021-ben, illetve 2022-ben. Előtte a Premán vezetett az alacsony kategóriában, és Arthur Leclerc mert neki is volt köszönhető, hogy a csapat úgy bukta el az F3-as csapatbajnoki címet, hogy az őket egyőző Tridentnél David Schumacher volt a harmadik számú versenyző. Persze ez nem jelentette volna azt, hogy az F2-ben nem fog neki menni, de végül ez teljes mértékben így alakult. Már beugróként sem árulkozott sok jóról, hogy még Alessio Deledát is csak úgy tudta megelőzni, hogy kijelölte az olaszt, és a helyzet a következő idényben sem javult,
Néhány kószabb koncertzésen kívül nem sokat tudott letenni az asztalra. A büntető pontokat ellenben szépen gyűjtögette, és ő lett a harmadik versenyző Ragunathan és Cordier után, aki a 12 egység összegyűjtése miatt egy verseny hétvégétől el lett tanácsolva. Végül a pontversenyben is csak ennyi jött neki össze, ami egyelőre F2-es karrierje végét jelentette. Többek között ennek is köszönhető, hogy csapata a tavalyi csapatbajnokságot az utolsó helyen zárta, hiába szereztek Calvert csapattársai főfutamos dobogókat az év során. Cem Bolugbázi. A török versenyző nem túl szokásosan jutott a legkönnyebb utánpótlás szériába, és néhány évvel azelőtt még többek között Berezmény Danival harcolt a virtuális pályákon az F1 hivatalos e-sport bajnokságában. Egy érdekes csavarral az ott megszerzett tapasztalatait a való világban tervezte hasznosítani, és ez végül egy F2-es szerződésben nyilvánult meg 2022-re, amit a Sárózzal kötött. Az együttműködés nem indult valami jól, Bolugbázi ugyanis hitába úgy odaverte az autóját a falhoz, hogy 4 versenyt is ki kellett hagynia. Majd a visszatérése sem alakult igazán jól. Bár egy körön nem volt rossz a teljesítménye, versenytempóban és gumikezelésben komoly hátránya volt, mégsem miatt kellett menni a magyar verseny hétvége után. Sőt, azóta sem tiszta pontosan, hogy mi veszett össze a csapatával, ami inkább Tatjana Calderont reaktiválta. Bolugbázit pedig szerződésszegésre hivatkozva kirúgták. A jogi birkózás azóta is folyik erről. Tatjana Calderon. Női egyenjogúság ide, feminizmus oda, a tények sajnos magas dolgok. Ezek pedig azt mondják, hogy Calderon bármennyire is nagyot küzdött, hogy egy óriási handicappel elérje élete álmát, ez mégiscsak kevés volt az F2-höz. Az esély többek között 3 nem túl erős GP3-as szezon után kapta meg az Ardentől 2019-ben, ahol nem más volt a csapattársa, mint a szezon során később tragikus módon elhunyt Antoine Hubert. Míg francia kollégája két sprintversenyt is megnyert, ő teljes szezont futva sem szerzett pontot, és a 20 fős mezőben csak 22-ig lett az évvégi tabellán. Sokat elmond róla, hogy gyakran ő volt az egyetlen versenyző, aki még Mahavir Ragunathan számára is fogható volt, ugyanakkor az is tény, hogy versenytársaitól sem kapta meg mindig a tiszteletet, mivel gyakran kísérelte meg lenne olyan manővereket, amiket mások ellen nem biztos, hogy megpróbálnak. Tavaly aztán egy fél szezonra visszatért a Sárúzzal, miután a cseh alakulat kitette Cem Bolugbázi szűrét, de a világot ott sem váltotta meg, sőt. Más szériákban ugyanakkor megtalálta a számításait, a Vezben például jóval eredményesebb karriert fut, és azért is lehet tisztelni, hogy a V-Series-ben való bohózkodás helyett is kitartott a nehezebb út mellett. Marino Sato. Bár az F2-ben felbukkanak tehetséges japán versenyzők, mint Yuki Tsunoda vagy Abuyo Iwasa, azért előfordulnak kevésbé tétrálatos versenyzők is. Marino Sato pedig pontosan ezt testesítette meg, aki 3 1/3 szezonja alatt a fejlődés szinte semmi jelét nem mutatta. 2019-ben szezon közben kapta meg első esélyét a Camposnál, első futama pont a tragikus belga főverseny volt, de a maradék 3 hétvégén sem nyújtott semmi érdemlegeset, sőt, még Mahavir Ragunathannal is meg kellett küzdeni gyakran az utolsó pozíciók valamelyikéért. Valami csoda folytánat Trident azonban a következő 2 szezonban teljes állású versenyzőként alkalmazta. Ezt összesen 2 szerzett ponttal tudta meghálálni. A virtuózának azonban ennyi pontszerzés is elég volt ahhoz, hogy tavaly ő kapja meg a másik autót Jack Duane mellett. Csodát persze az élcsapathoz való igazolás sem hozott, egy világ választotta el tempóban csapattársától, és mindössze Amaz pontjainak 5%-át tudta megszerezni. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy bár Duane az egyéni bajnokság 6. helyén zárt tavaly, a csapat a konstruktori versenyben mindössze a 7. helyet tudta megkaparintani, ami a korábbi évekhez viszonyítva óriási visszaesésként értelmezhető. Satónak persze ezek után a tavalyi mezőnyben sem volt maradása, de a csapat is tanult az esetből, és a helyére leigazolta a tavalyi szezon során nagyrészt sereghajtó, bár az idén végre némileg feljavuló Amaurói Cordiert. Guilherme Samaya. Ricardo Rossiért óta tudjuk, hogy nem minden brazil aranykezű, de Samaya még a Formula 2-höz is fájdalmasan kevés volt. Brazíliából egyből az F2-be tudott jutni,
elmondása szerint a családja elég sokat áldozott a versenyzői karrierjére. Ha ez tényleg így volt, akkor ez volt a família legrosszabb befektetése, ugyanis a fiú első idényét úgy hozta el 2020-ban, hogy a pontszerzésre az égvilágon semmi esélye nem volt a Campos-szal, miközben a csapattárs Jack Aitken 48 egységet is gyűjtött a szezon során. Hogyhogy nem, a Charles mégis leigazolta a brazil versenyzőt 2021-re, persze hasonló eredményekkel, így sikerült neki azt a bravúrt összehozni, hogy úgy zárt 2 és a 22-ös mezőnyben a 22-nél rosszabb helyen, hogy teljes szezont ment. Ezek után végül egy bölcs döntéssel be is fejezte karrierjét. Alessio Deledda. A mai napig rejtély számomra, hogy egy versenyző, aki két év át a Forma 3 leggyengébbje volt, és két teljes szezonjában egy 29. és egy 34. helyet tudott összeszedni, mivel érdemelte ki a HVO egyik ülését a 21-es szezonra. Persze nem árt megjegyezni, hogy alapvetően a motorversenyzésről nyergelt át az együléses szériákra, de ennyi erővel nyugodtan maradhatott is volna a kétkerekűek világában. Végül bármennyire is meglepő, de végigversenyezte a szezont, miközben négy különböző csapattársa is volt, de egyformán volt hozzá közel tempóban. Semennyire. Az olasz mélypontja kétségtelenül a monokói hétvége volt, ahol csak nem 10 másodpercen maradt el a pole pozíciós időtől, amivel elvileg nem kvalifikálta volna magát a versenyre, de indoklás nélkül mégis megkapta a rajtengedélyt. És ha már megkapta. Annak rendje és módja szerint le is körözték mind a három futamon, igaz, paradox módon pont a másik sprint versenyen érte a legjobb F2-es helyezését, egy 12. helyet. A 22-es mezőben a roppant előkerül 25. helyet szerezte meg az évvégi tabellán, ami komoly tempóhiányra enged következtetni. De nem a közutakon. Ott ugyanis egyszer videóra vette, hogyan egy olaszországi autópályán 300-zal döngetett, ami a versenypályákon nem nagyon volt szokása. Végül is valahol nem árt kompenzálni. Tovább egyébként a DTM-be játszott el a sereghajtó szerepét. Mahavir Raghunathan. A király, a lord, vagy kinek hogy tetszik, de mindenképpen az F2 egyik legnagyobb legendája, negatív értelemben. Semmi keresi valója nem volt semmilyen versenypályán, a legkülönbözőbb sikerét egy olyan bajnokságban érte el, ahol ránézésen nála háromszor idősebb burúvezetőket kellett megmérkőznie, és még így sem emelkedett ki a mezőnyből. Megfordult a Forma 3 Euro szériában is, de a nagy közönség amikor nem 2019-ben ismerte meg széles körben, amikor is az MB Motorsport egy jelentős pénzösszegét cserébe az egész szezonra leigazolta. Ráadásul ezért képesek voltak Richard Fersholt félretenni, aki így abban az évben az F3-mal talált végül menedéket. Raghunathan pedig megkezdette pálya, akarom mondani ámbokfutását. Bár évben rögtön azzal jelentkezett, hogy legkörözöttként ment még egy kört versenytempóban, Azerbajdzsánban percig nem tudott kipszilonozni egy menekülő útról, Barcelonában pedig az időmérős köre lassabb volt, mint néhány Forma 3-as idő. Franciaországban háromszor is gyorsan ment a VSC alatt, mivel fél szezon alatt összegyűjtötte a 12 büntető pontot a Super Licencére. Ez ő lett az első versenyző, akit a rendszer 2013-as bevezetése óta erélyhat kozai verseny hétvégére eltiltottak. Visszatérése aztán olyasmit hozott, amire senki nem számított, és Monzában a főversenyen egy egészen hihetetlen módon összejött neki a 10. hely. Ugyanis a mezőny mindössze 17 fős volt a tragikus spályi hétvége után, és elegen ki tudtak előle esni. A büntető pontokat aztán továbbra is gyűjtögette, és Abu Dhabiból összegyűjt újra a 12 egység, de mivel az ott az utolsó verseny a naptárban, így annak már nem lett komoly a következménye. Persze egy ilyen szezon után nem is volt maradása, és a COVID-járvány alatt fel is függesztette versenyzői karrierjét, hogy inkább a virtuális térben terrorizálja versenyző társait. 2021-ben azonban az autósport szényére kapott egy F1-es teszt lehetőséget az Alfa Romeo-tól, és a csapat 2 évvel korábbi járgányát vezethette a Hungaroringen. Igen, talált még egy kis pénzt. Ennyi volt ez a videó. Ki az, aki kimaradt szerintetek? Vagy volt, aki talán nem kerülhetett volna ide be a teljesítménye alapján? Írjátok meg kommentben. Addig is, sziasztok!